Győzelmünk teljes, nincs más hátra, mint hogy learassuk ennek a gyümölcseit. Idézték fel Raymond Poincaré francia miniszterelnök a versailles-i békekonferencia megnyitóján elmondott szavait a Veritas est résztvevői. A vita esten a békekonferencia megnyitásától az aponyi delegáció elindulásáig tartó időszakról beszélt dr. Vízi László Tamás, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese, és Anka László, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa. Vízi László Tamás úgy fogalmazott: 1919. január 18-án maguk a résztvevők se tudták, hogy egy konferenciát nyitnak-e meg, vagy csak az azt megelőző egyeztetést. A kutató kiemelte, hogy a konferencia megnyitásától az aponyi delegáció elindulásáig terjedő egy évben több kormány váltotta egymást Magyarországon. Károly Mihály ideiglenes köztársasági elnök lesz, majd Berinkei Dénesből miniszterelnök. Aztán nagyon gyorsan, március 21-én jön egy 133 napos proletár diktatúra. Folyamatosan foglalkoztatja egyébként a közvéleményt és a szakmát is az, hogy a tanácsköztársaságnak milyen szerepe van abban, hogy a békeszerződés olyan módon döntött a magyar határokról, mint ahogyan döntött. Ez egy rendkívül érdekes kérdés, mint ahogy az is, hogy az Antant tárgyalt volna a tanácsköztársaságban, meghívta volna a tanács kormány képviselőit a párizsi békekonferenciára. Ezek nagyon fontos kérdések. A Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese elmondta, az Antant kevés információval rendelkezett a magyarországi viszonyokról. Ugye a nagy kérdés az, hogy 19. augusztus 7-én jön egy újabb fordulat a magyar belpolitikában, hiszen az a Friedrich István lesz Magyarország miniszterelnöke, akit egyébként egy Habsburg főherceg, ugye József királyi herceg nevez ki, mint kormányzó. No, ez az a pillanat, amikor az Antant újra belenyúl ebbe a folyamatba. Ugye Magyarországra érkezik Sir George Clark, egy misszió vezetés, és ő lesz az, aki valójában azért ezt a vonalat megerősíti, tehát a keresztény szociális vonalat megerősítve kinevezi Huszár Károlyt Magyarország miniszterelnökévé, ezzel lesz újra több hónap után Magyarországnak nemzetközileg elfogadott kormánya, és ez a kormány kap meghívást december 1-én arra, hogy jelölje ki a delegáció tagjait és küldje el Párizsba. Vízi László Tamás hozzátette, 1920. január 5-e után a magyar félnek már csak a béketervezetet adták át, amelyen aztán érdemben nem változtattak.